Üdvözlöm, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel mindenkit. Amint a választási kampányban is megígértük, szeretném, hogyha objektíven és rendszeresen tudnánk önöket tájékoztatni minden olyan megoldott és megoldatlan problémákról, ami érinti községünket és érinti önöket. A 2009-es év elejétől a Detroit hírlapban minden számban közöltem egy cikket, ahol tájékoztattam önöket azon a problémákról, amelyet úgy éreztem, hogy fontos elmondani önöknek. Itt az első lapszámban a programjainkról beszéltem, mit szeretnénk megvalósítani, melyek azok a gondok, amikkel küszködünk 2009 év elején. Utána egy következő lapszámban a szeméttelepről számoltam be önöknek, a szeméttelep áldatlan helyzetéről, amely nemhogy Detroitnak, hanem Hargita megyének is úgy tűnik, hogy nagy falat. 2009-ben muszáj lesz nekünk bezárni azt a szeméttelepet, ahol mostanig, ahová szállítottuk a szemetet, és ez nagy problémát okoz, viszont ugyanakkor megszabadít minket sok problémától, sok gondtól. Ezt a tájékoztatást szeretném folytatni, na most már a tévéképernyő előtt is, és szeretném, hogyha havi rendszerességgel tudnék önöknek beszámolni mindarról, amely problémákkal küszködünk, dolgozunk, minden munkánkról, amely minket érdekel. Kezdeném először a csatorna rendszer kiépítésével, ugyanis 2009-ben, ha az Isten velünk van, akkor szeretném befejezni azon részeket, amelyet az Aliska Bau építő Kft.-vel leszerződtünk. Itt hátra van még a főutak mentén kiépítendő rész, hátra van a tömbházak környéke, hátra van a Nikolaj Bölcseszkunak egy része, és a Gábor Áront összekötő rész a Kultúrotthon melletti árokkal. Egy következő nagyon fontos munkálat a Kultúrotthon építése. Bizonyosan, aki a község központjába járt, látta, hogy a Kultúrotthon felújítás alatt áll. A tavalyi év kormánypénzéből elindítottuk, és az idén megyei tanácspénzből szeretnénk befejezni a Kultúrotthon javítást. Itt födélcsere lesz, födélszerkezet, kijavítás, ajtablakok teljes cseréje, fűtésszerkezet. Mellé építünk egy kazánházat, amelyben helyet kap a közvéce is, és bizonyos termek belső javítása is sorra kerül. Talán a legnagyobb és legnehezebb munkálat, legnagyobb fejtörést okozó munkálat nekem az idén a Puskás Tivadar volt, ahol párhuzamosan egyszerre négy munkálat is folyik. Csatorna, víz és útépítés mellett, ha sikerül, rövid időn belül bekapcsoljuk a FARE 2006-os programból nyert patakmedér szabályozásos munkálatokat is. A négy munkálat párhuzamossága okozta a legnagyobb fejtörést, ugyanis addig nem lehet utat javítani, ameddig nem leszünk kész a víz és a csatorna hálózat teljes kiépítésével, lekötéseivel. A 2007-ben elindított csatorna rendszer elég sok problémát és elég sok bosszúságot okozott a Puskás-Tivadarbeli lakóknak, ugyanis nagy problémákkal, sárral, járhatatlan úttal küszködtek. Remélem az idén ez befejeződik és kompenzálódik azzal, hogy a végére, amikor az íjre rá tudjuk tenni a pontot, akkor egy aszfaltos úton fognak tudni járni. Visszatérve az útjavításhoz, az idén elindítottuk a
csatorna, Puskás Tivadarbeli csatorna kimosását és lekamerázását. Ez abból fog állni, hogy az egész csatorna rendszeren végigmegy egy kis műszer, feltérképezi minden olyan hibát, amelyet esetleg utólag ki kell javítani. Ekkor az esetleges hibák kijavítása után elindul az út javítása is, és itt fel szeretném hívni a Puskás Tivadarbeli utca lakók figyelmét, hogy minél többen kössenek le. Fontos, nagyon sokszor tartottunk már le erről tájékoztatógyűlést is. Nagyon fontos, hogy időben meglegyünk a lekötésekkel, mivel a lekötések határideje kitolhatja az utca végző cég munkáját. Nekik meg határidőre készen kell lenni, és megtörténhet, hogy miattunk fognak késni. Minden családnak lehetőségét biztosítunk majd, hogy vízlekötés legyen ezekbe az utcákba, és csak utána fogunk teljesen utcát javítani. Egy fordulóponthoz érkezett a Ditrói vízhálózat kiépítése, ugyanis nagy örömemre e hét elején lenyomva az utcai kút kalantyúját víz érkezett az utcai kútból, ami azt jelenti, hogy próbaüzem alá helyeztük a Ditrói vízrendszert. Elindult, folyik mindenütt a víz. Fel szeretném hívni a lakosság figyelmét, hogy a próbaüzemelés alatt a víz emberi használatra nem alkalmas, mivel a rendszert és a tartályokat vegyszerezik, mossák. Miután a próbaüzemelést befejeztük, szeretném, hogyha egy nagyobb szabású átadási rendezvényt tudnánk szervezni, ugyanis fontos egy ilyen a Ditró életében. Azt gondolom, hogy a közeljövőben minden község életében fontosak azok a pillanatok, amikor egy-egy megvalósításnál elvágják a szallagot. Ditróban talán 2009-ben ez lesz az első, amikor elvágjuk a szallagot, és én azt szeretném, hogyha Ditróban az elkövetkező egy-két éven belül nagyon sok olyan szallagot vágnánk el, ami az intézmény átadását a lakosságnak jelképezi. A munkánk mellett fontos az is, hogy programokat, kulturális programokat szervezzünk ifjaknak, gyerekeknek. A tavalyi év májusában megszerveztük az ifjúsági napot, elég jól sikerült, viszont én úgy érzem, hogy egy igen kicsit kampányíze volt. Az idén szintén meg szeretnénk szervezni az ifjúsági napot, május 2-án, és én azt szeretném, hogyha a község minden ifjú bekapcsolódna ezekbe a rendezvényekbe, szintén lesz egy kis motoros felvonulás, ügyességi verseny, és este diszkó. Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel elvárunk. A tavalyi év végén sikerült nyernünk egy pályázatot, amelyet a megyei tanács írt ki célirányosan játszóterek létrehozására. E pályázat összértéke 30 ezer lei, amely 50% önkormányzati és 50% megyei tanács pénzből adódik össze. Így az idén, június 1-én 3 játszóteret szeretnénk avatni Ditróba. Egyet a Siklódi Lőrinc általános iskola udvarán, egyet az Alszegi általános iskola udvarán, és egy nagyobb, bővített játékelemekkel a tömbházak környékén. Így hát mindenkit nagy szeretettel várunk május 2-án az ifjúsági napok rendezvényeire, és minden gyereket szívesen látunk június 1-én játszani az új játszótereken. Végezetül pedig húsvét közeledvén kívánok minden kedves lakónak a magam és a polgármester hivatal nevében kellemes húsvét ünnepet. Isten áldja Önöket!